Ismét e-sport, ismét virtuális futballcsaták várnak nézőinkre. Szerdán 17 órától a Digisport 2-n konzolvilág kezdőrúgás kupa 8 indulóval. FIFA 19 1-1 ellen versenymetódusban a nyitány a Novák Dániel, a Fradi és Naszvadi Roli, az UTES sportolója csap össze. Ők a vendégek, a konzolvilágot képviselő Varga Rihárttal együtt. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt. Roli, Dani, akkor itt egy virtuális derbivel indul a kupa? Hát mondhatjuk így is, igazából játékban is benne sem az Újpest, sem a Ferencváros, de mi ugye ezt a két csapatot képviseljük, és egy manchesteri derbi lesz ugye a mi mérkőzésünk, City United. Szóval akkor az egy nagyon csavaros derbi lesz, hogy úgy mondjuk. Milyen a presztízse az ilyen típusú egy-egy elleni meccseknek? Szerintem ennek van a FIFA világában a legnagyobb presztízse, mégis két szeméről szól, nem két csapat. Tényleg itt a legnagyobb. Tehát ez nagyobb, azt mondod, hogy nagyobb presztízsű, mint amikor csapatok ütköznek össze. Egyet értetek? Hát egyelőre úgy néz ki, hogy igen. Maximálisan. Itt van már a kis csomagunk, igaz? Így igaz. 19. Mi már készültünk egy darab a FIFA 19 Champions Edition, amit szeretnék odaadni a játékosoknak. Na, szépen. És sok sikert szeretnék kívánni a soron következő versenyekre. Ricsi, mit tudhatunk erről, az újdonságairól? A FIFA 19-nek? Hát folyamatosan javítják évről évre magát a játékot amúgy. Ezt az előbb már beszéltem is a játékosokkal, hiszen ti már egy picit bele is tudhatok nézni a játékba. Hát a legfontosabb igazából a játéknak az újításai közül az animáció, ami változott. Sokkal illetőbb lett maga a játéknak a mozgása. Talán ez az egyik legfontosabb. Uh-huh. Igazából. Még e-sport irányba jobban el tud indulni a játék. Miután ti szerepeltek a nyitányon, aztán persze más meccsek is várnak rátok, hogy miért éppen ti? Hogyan esett rátok a választás a klubotoknál, a Fradinál és az Újpestnél? Hát az enyém az egy kicsit kaszifántos. Én nagyon nagy Újpest szurkoló vagyok, ezt azért, aki ismer, azt tudja rólam. És én kerestem meg, mikor megalapult ugye az Újpest e-sport szakosztály, hogy van-e bármi lehetőség egy V1-es játékosnak jelentkezni. És mondták, hogy ez majd idővel. Hát ez egy hónappal ezelőtt megtörtént. És felhívtak, és elfogadtam. Uh-huh. Vajon most melyikötöknek jobb az élete e-sportolóként a klubjánál? Utalok arra, hogy azért most már jó néhány egyébként valóságos futballklub mögött megjelentek az e-sport szakosztályok. Jelenleg szerintem nekem a Fradinál valamivel jobb, jobb körülményeket biztosítanak a játékhoz. Tényleg csak erre kell koncentrálnom. Ti most mennyit foglalkoztok a játékkal, a felkészüléssel heti, illetve napi szinten? Hát most az a játékvadonatúj, ugye így sokkal több időt fordítunk rá, ugye, mert meg kell ismernünk, ugye azért teljesen más az előző játékhoz képest egy beadás, egy csel. Hát igen, szabadságot is vehettem ki, hogy rá tudjak készülni mondjuk erre a Digis kupára. Azért ez az egy nap, ez teljes mértékben rá lesz fordítva, de egy ilyen 3-4 nap megállás nélkül az előfordul. Nálad? Hát ilyen heti 50-60 óra most. Heti 50-60 óra. Így az elején. Uh-huh. Így az elején. Lesz ebből még több is, nem? Nem, akkor kicsit kevesebb, akkor 20-30. Hogyan lett ebből ez a konzolvilág kupa? Meg gondolom, hogy lesz, tehát itt még vannak nagy tervek, nem? Egyértelmű, hogy vannak még terveink amúgy folyamatosan, hiszen ugye jelenleg az ország ennél a videójáték üzletházata vagyunk most már. Az idejében több e-sport rendezvényen is igazából részt vettünk, mint akár támogatók, és úgy gondolom, hogy a FIFA-nak nagyon nagy jelentősége lesz amúgy az országban, akár ebben az évben, akár a következő évben, hogyha csak a versenyeket tekintjük amúgy. Már hogy azt mondod, hogy ez az a játékforma, ami hosszú távon is a legnagyobb népszerűséggel fog bírni? Egyrészt így gondolom, másrészt amúgy az e-sport eléggé töretlen, és most már Magyarországon is egyre jobb eredményeket tudnak elérni a srácok, hiszen ugye volt az évelején is egy V4 rendezvény, ahol igen, egy magyar játékos tudta megnyerni. Ezt úgy, hogy voltak már nemzetközi más játékosok is. Szóval én úgy mondom, hogy ez a kezdet, és szeretném minél több ilyen rendezvényt és eseményt támogatni a későbbi folyamán is. Szóval egy nagyon fejlődő piacról, és sportról. És egy eredményes. Beszélünk, így van. Mennyire ismeritek egymást ellenfélként? Játszottunk már egymás ellen. A 18-as évben volt ugye egy pár mérkőzésünk. Jó játékos a Dani, nagyon ezt kell, hogy mondjam. Hát, köszönöm. Úgyhogy... Ezek jó barátok is vagyunk, szoktunk gyakorolni együtt, ismerjük egymást. Uh-huh. Milyen lesz ez a kupa, milyen lesz, milyen erősségű ez a 8 fős mezőny? Mit gondoltok? Hát szerintem Magyarország legjobbjai nagy részt, van egy-két játékos, aki még talán beférne, de
Magyarország legjobbjai. Ez is érdekes kérdés, Ricsi, hogy te hogy látod, hogy amikor azt mondjuk, hogy Magyarország legjobbjai, akik már egy bizonyos és egész magas szintet elérnek, hogyha már utalunk itt nemzetközi kupára is. Ez a bizonyos elit, ez most hány, körülbelül hány játékosból milyen nagyságrendű számból áll? Szerintem ezt nehéz amúgy megfogalmazni és megsatszolni is, mert nagyon sok olyan játékos van, aki még így el van rejtőzve amúgy az országban. Játszik otthon és még nem vett részt amúgy valamilyen rendezvényen vagy akár ilyen eseményen. Nem tudom, ha lehet ilyet mondani, akkor talán azt mondom, hogy ilyen 20-30 olyan játékos van jelenleg az országban, akik talán meg tudják állni nemzetközi porondon. Igen, de ez az ágazat, ahol hamar érhetnek meglepetések. Hamar, nagyon, igen. Tehát nem úgy, mint már bevett régi sportoknál, ahol nyilvánvalóan nagy meglepetések nincsenek, de itt a semmiből majd még előbb. Itt a semmiből. Nem a semmiből, csak a... Nem a semmiből, de az árnyékból. Az árnyékból, pont ezért, mert mindenkinek egy elérhető dologról beszélünk, nem az van, hogy 10-20-30 évig kell sportolni, valakinek aktívan ahhoz, hogy professzionális szinten tudja ezt űzni, ezt a sportot. Na, hogy fog kinézni ez a kupa, arról beszélünk egy kicsit. Hát ugye 8 fő, ugye 8 csapatnak, folytosabban 7 csapatnak is ugye a konzolvilág képviseletében ugye Gabinho-ról van szó. Még visszatérve aki az előző kérdésre, azért két olyan játékos is részt vesz, aki tényleg a nemzetközi szinten nagyon szép eredményeket ért el, ugye Molnár Gabo és Gabinho-ról van szó, a két Gábor. Innentől kezdve már ez nem lehet egy rossz torna. A sorsolás az én részemről azért egy elég nehéz sorsolás, mert tényleg a Dani nagyon jó játékos, de úgy jöttem, hogy szeretném megmutatni, hogy én mit tudok, és megpróbálom legyőzni őt a versenyen. Amikor azt mondjuk, hogy Dani jó játékos, akkor milyen erényeit emeled ki? Higgadtan tud játszani. Igen, ez most pont ugye nem teljesen igaz, nem is ő maga, hanem a játéka tud higgadt lenni, és türelmesen ki tudja játszani az ellenfelet, és akár több percig tartja a labdát, ugye amikor ki kell mozdulni, és ő akkor egy résen meglátja az induló játékost és beindítja. Én szerintem ő ebben nagyon jó. De azért a riválist is dicsérjük. Nagyon jó kontrázik, nagyon jó védekezik, nagyon meg tud lepni néha. Vannak egyébként már, van-e olyan állapotban egyáltalán a sportágit, hogy vannak igazi mumusaitok, aki ellen nem szerettek játszani, vagy nagyon féltek tőle? Vagy nagyon nem fekszik a stílusa? Ilyen, hogy stílus miatt nem, az azért nem teljesen igaz. Hát vannak jó játékosok, akik tudjuk, hogy esetleg 10 meccsből max. 2 van esélye az embernek ellen, de hát azon törekszünk, hogy minél jobbak legyünk, és ezt a számot egyre kevesebbre redukáljuk lefele. Egy valószínűleg biztosnak mondható, ez csak egy kezdet itt nálunk is, ilyen kupát majd gondolom, hogy egyre több résztvevővel még láthatunk veletek. Biztos állítom, hogy ez így lesz, tervezünk még a jövőben ilyeneket. Hát akkor szerdától a figyelem erre irányulhat. Sok sikert nektek, jó meccseket. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. És köszönjük.